Amikor legelőször találkoztatok, milyenek láttátok egymást, a másik öltözködését? A Viktor rövid hajú volt, körszakállas, meg talán itt volt még valami szőr, így össze-vissza, de így meg volt borotválkozva. Hát én teljesen átlagosan öltözött, egy ilyen mustárcímű nadrág volt, tehát egy barna bakancsal, és egy atléta. Én pedig úgy néztem ki, hogy hidrogénszőke volt a hajam, a szemöldököm, egy hatalmas nagy kalapot viseltem egy nagy bundával. Én abszolút simulékony vagyok, tehát ami a Viktoron nem tetszik, én azt nem veszem fel. Szintén az annyira simulékony, mint mondjuk egy radiátor. Pedig nagyon simulékony, hogy minden reggel megkérdezem tőle, hogy mit szeretne, mit vegyek fel, ez jól áll, levegyem, kicseréljem, és ő pedig így kiabál és tartézik, hogy neki tök mindegy, hogy mi van rajtam. És igazából egyetlen egy nadrágot nem visel el, ami egy ilyen aranyszínű, ülepes vagy lógós nadrág, mert az szerinte nagyon fiús. Szintiának szerintem tökéletes stílusa van, stílusérzéke a ruhákhoz, éppen ezért egyáltalán nem kell beleszólnom az öltözködésébe, és nem is vagyok hajlandó, mert miért szólnék bele, hogyha ő ebbe ki tudja magát élni, meg élvezi azt, hogy öltözködhet. Egyedül tényleg az az egy ruhadarab, ez az aranyszínű férfi nadrág, ami nagy is rá, meg bő is, meg gusztustalan is, azt nem tudom elviselni rajta. És neked van olyan szintje, amit nem tudsz mondjuk a Viktoron elviselni? Szerintem nincs olyan, amit nem tudok elviselni. Van olyan, ami esetleg kevésbé tetszik, de egyébként nem. Mondjuk ezeket az ülepes nadrágokat, ami ilyen melegítő anyagból van, azt egyáltalán nem érzem az ő stílusának, ő meg imádja. És azt így nem örültem, amikor megvettük, viszont ha felveszi, akkor sincsen vele bajom, mert amúgy meg tényleg nekem ő tetszik úgy, ahogy van. Csikos zoknit hordtam térdig felhúzva, és a nadrág is addig volt felhúzva, ilyen drum and bass-es korszak, 2000 körül. Neked? Hát, talán a trapéz nadrág volt akkor, amikor végig söpörtem a folyosót. Még eső után, mikor hazaértél, akkor tudod így, még felmustad a padlót is otthon. Igen. Fürdőruhában láttam Ocsit egy fotózáson. Igen, de amikor később így találkoztunk civilbe, akkor nekem egy kicsit extrém volt a öltözködése, de... És ezt most kell megtudnom? Saját pólókat festegettem, saját mintával, meg nadrágémat kicsit szétszaggattam, itt-ott, ilyesmi. Azóta egy kicsit már letisztultabb mindkettőnk öltözködése. Mire szoktam mondani azt, hogy ezt inkább rakjuk vissza a szekrénybe? Anyukása nem öltözhetek. Ő azt szereti, hogyha úgy öltözködök, mint egy tinédzs. Azért vagyok egy kicsit extrémebb Ocsinál, mert ő már a külsejéből adódóan extrémebb itt Európában, és így ehhez egy kicsit fel kell zárkoznom. Szóval valószínűleg ezért én meg öltözködésben sokkal jobban kihívóbb vagyok, vagy extravagánsabb.